Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. Több településen szenteltek neki templomokat, kápolnákat, de szobrokat is emeltek a tiszteletére. Egy őt ábrázoló szoborral Soroksár is büszkélkedhet, amit az Áhíd ZRT újított fel. A leleplezésen a kerület önkormányzati képviselői is tiszteletüket tették. Geiger Ferenc köszöntőjében a többi közt az utóbbi időszak beruházásairól beszélt, de emellett kitért a hagyományok ápolásának fontosságára is. Nagy öröm számomra, amikor ilyen eseményen vehetek részt, és ilyen eseményről tájékoztathatjuk Soroksár lakosságát, hogy fejlődik a kerületünk, és a hagyományainkat ápoljuk. Az elmúlt években több százmillió forintot töltöttünk a kerületünk fejlesztésére, elindult a Hősök tere fejlesztése, egy kitelepítési emlékművet adtunk át, elindult a Molnár-sziget fejlesztése, a tündérkertet egyre több ember használja, és a fejlesztések tovább fognak menni. És egy pár héten belül az ország legnagyobb IKEA-áruháza nyitja meg a kapuit nálunk, ami külön öröm számunkra. Egyrészt munkahelyet teremt, adót fizet nekünk, és a lakosságnak egy nagyon komoly szolgáltatást nyújt. Ami külön öröm számomra az, hogy ápoljuk a hagyományainkat, és ez az esemény a hagyományok ápolásába tartozik. Minden város, település, ország szereti, amikor a hagyományait ápoljuk. Nepomuki Szent János szobra soroksári hagyományokhoz kötődik. Ő a folyók, a hidak, a hajózók, a molnárok, a halászoknak a védőszentje, és Soroksár ezer szállal kötődik Nepomuki Szent Jánoshoz. Annak idején Mária Terézia a soroksári svábokat, illetve az elődeinket a Dunán telepítette be hajókkal, illetve kompokkal. Ezt követően itt elindult egy fejlődés, nagyon sokat használták a Dunát szakmára, halászok alakultak ki, a soroksári molnárok nagyon híresek voltak, és vízimolnárságot végeztek. Tehát ez mind-mind olyan hagyomány, ami kötődik Nepomuki Szent Jánoshoz. Amikor megkerestek minket ebben az ügyben az Áhíd ZRT részéről, akkor nagyon örültünk ennek. A szobor nem a kerület tulajdona, de úgy gondolom, hogy a hagyománya viszont Soroksárhoz kötődik. Nepomuki Szent János Csehországban született, ott lett pap, ezt követően pedig jogi diplomát szerzett, egyházjogi diplomát, és a Vencel királynak volt a személyes gyontatója. Király feleségének volt a személyes gyontatója. De akkor a király nem volt túl jóban az egyházzal, és mindenféleképpen meg akarta tudni azt, hogy a feleségének mik a személyes gyónásai. Ezt viszont megtagadta Nepomuki Szent János, ezért bebörtönözték és megkínozták, valamint a Károly hídról a Moldva folyóba dobták, és mártírhalált halt. Én úgy gondolom, hogy az ő életútja, az ő mártírsága a 21. század ember számára is példaértékű lehet. Végezetül pedig engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Sál László úrnak, aki szintén Soroksárhoz kötődik, mert mi éveken keresztül dolgoztunk együtt, még közgép vezérigazgatójaként, több éven keresztül dolgozott itt a 2000-es évek közepétől, és köszönjük szépen azt, hogy lehetővé tették azt, hogy ez a hagyomány újra elinduljon. Ez a szobor közel 250 éves, 1885-ben állították fel, és aztán került erre a helyére, de Soroksárhoz akkor került, 1885-ben. Tehát ez egy elég fontos kulturális esemény a mi számunkra. Egy aprócska csermely, mely sziklák közt fakad a nagyhegy oldalán, cikcakban halad. Vize, mint a kristály, oly tündöklőn csillogó, szivárvány színekben ragyogva pompázó. Néhol a sodrása haragos, tarajos, máshol elsimulva csendes, titokzatos. A naporcáját reggel, ha ő benne mosdatja, sziporkázó tükrét nyomban elé tartja. Viszi a híreket sebesen, sietve. A békalány már várja,
Mit üzent, kedvese? Csacsogva cseveg, s vígan csobog tova, hogy odébb egy kis virág szomjúságát oltsa. Aprócska zuhogón törtett most keresztül, a vize hófehér fátyol, ahogy alámerül. Várja őt, kedvese, nagyon-nagyon messze, ezért fut kis csermelyünk oly nagyon sietve. Várja a patak, hogy karjába zárja, s együtt ringatózva, összesimulva, vele egyívába érjenek el a távoli folyóba, s onnan még tovább a messzi óceánba. A Templom utca és a Batthyány utca kereszteződésében megtartott leleplező ünnepségen Sall László, az A-híd ZRT vezérigazgatója is tiszteletét tette. Az A-híd és a hídépítők egyesületeid már hagyományosan 5. éve ünnepeljük meg a Hidak Hídépítők napját május közepén, és tettünk egy felajánlást ezelőtt 4 évvel, hogy minden évben fel fogunk Magyarországon újítani. Azaz nem is biztos, hogy Magyarországon, ezt már vissza is vonom, akár határainkon túl is, egy olyan Nepomuki Szent János szobrot, ami hát esetleg olyan állapotban van már, hogy felújításra szorul. Ahogy a Szent Nepomuki Szent János is tartja ezt az ígéretét, és ő a legfőbb értéknek ezt tekintjük, hogy minden ígéretet és titkot megtart. Mi is minden ígéretünket megtartjuk, és ebben az évben Soroksárt választottuk ennek a felújításnak a helyszínéül. Ahogy polgármester úr mondta, engem személyesen nagyon szép és jó emlékek kötnek Soroksárra. 10 éven keresztül dolgoztam itt a kerületben. Nagyon örülünk, hogy ez a szobor elkészült. Köszönjük szépen Varga Zoltán restaurátornak ennek a munkának az elvégzését. És lassan le is lepleződik a szobor, úgyhogy nem is folytatom a beszédet. Köszönjük szépen még egyszer. Bölcső vagyok. Folyton a születés csöndes színpada. Kezdet vagyok. A földi élet ősanyja. Változás vagyok, végzet vagyok. A pillanat méhe. Állandóság vagyok. Szüntelen harcok békévé összegződő reménye. Szelíd forrásként becézhetsz. Érként, patakként kedvelhetsz. Folyamként köszönthetsz. Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban. Üdvözölsz berekben, limányban. Lidérces lápon, keserű mocsárban. Csepp vagyok és óceán. Feszítő gőz vagyok. Tanulj meg tisztelni. Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni. Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni. Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni. Buborék vagyok, tajték vagyok, szeretned kell. Hűsítő korsó vagyok, hevesz zuhany vagyok, élvezned kell. Tükör vagyok, arcod vagyok, hullám és híd, part és a víz. Erő és báj, folyó és táj, úszás és merülés, áldás és könyörgés. Értened kell, víz vagyok, őrizned kell. Az A-híd vezérigazgatójától megtudtuk, a Soroksárit is beleszámítva eddig 4 szobrot újítottak fel. Emellett egyet Gödöllőn, egyet a 3. kerületben és elsőként a saját telephelyükön lévőt. Miért éppen a Soroksári szoborra esett ez alkalommal a választásuk? Hát minden évben 2-3 lehetőséget vizsgálunk meg. Nyilván földrajzilag, hogy egy fővárosi, egy vidéki. Most sorrendben ugye vidék után főváros következett, és ezen belül én a személyes kötődés miatt igazán az én döntésem lehet, hogy Soroksárot fogjuk választani idén. Tud nekem arról információval szolgálni, hogy mennyi forintba, hány forintba került a felújítás? Hát egy restaurálás az egy drága dolog. Milliós nagyságrendű egy ilyen restaurálás, mert ugye a szobor szerkezetét is rendbe kell hozni, ami nem feltétlenül látható első szemre, tehát el kell szállítani a szobrot, a restaurátor műhelyébe, darabokba felújításra kerül, a szobor belsejébe is történnek bizonyos munkálatok, és visszaszállításra kerül, összeállításra, és egy védelmet kap, ahogy itt is látjuk, egy felületvédelmet. Ez az alkotás milyen állapotban volt, amikor önök megjöttek ide és felmérték a helyzetet, és mennyi ideig tartott a felújítás? Ugye a Budapesti Történeti Múzeum, illetve a főváros tulajdona a szobor, azt azért tudni kell,
és az ő hozzájárulásukkal történt ennek a szobornak a felújítása. Ők is javasolták a szobor felújítását, nem azért, mert már annyira rossz állapotban volt a szobor, hogy esetleg el kellett volna szállítani, de a következő 4-5 évben az ő elmondásuk szerint szükséges lett volna a szobor restaurálása. Időszerű volt a restaurálás, és ez is segítette a döntést. A 2 hónap volt emlékeim szerint ennek a szobornak a felújítása. Egyszer Soroksár önkormányzata újította fel ezt a szobrot, akkor, amikor áthelyezésre került ide, akkor alakítottuk ki ezt a játszóteret, ami itt van vele szembe, meg ezt a környezetet, és akkor mi a kerületi önkormányzat újította fel. Most ez nekünk különösen jól jött, mert egyrészt nem kerületi pénzből, de úgy gondolom, hogy egy kulturális emlékünket sikerült felújítani, amit a híd, az A-híd ZRT bevállalt és elvégzett helyettünk. Honnan került ide áthelyezés? Ez a templom mellett volt annak idején ez a szobor, de onnan a templom háta mögött volt pontosan, és onnan elhelyeztük mi, mert azt mondtuk, hogy azért sokkal méltóbb lenne akkor, hogyha egy másik helyen lenne. Most, hogy a templom háta mögötti Hősök terét felújítottuk, most nagyon jó helyen lenne ott már, de hát az átalakítás megtörtént, és itt is nagyon jó helyen van, mert itt viszont itt megy mellette a Gyáli patak, és hát, mint ahogy tudjuk, Nepomuki Szent János a hidak, a folyók, a hajózók, a halászok, a molnároknak a védőszentje. A Gyáli patak, ez kimondottan nagyon jó kapcsolódó pont a szoborhoz. Milyen más szobrok találhatóak még a kerületben? Többféle szobrunk van, de elsősorban Soroksár egyházi kötődéséhez kapcsolódóan a templom mögött és a templom mellett található szobor. A Táncsics utca végén ott a molnárokkal kapcsolatosan van egy szobor. Tehát a régi soroksári hagyományoknak megfelelően vannak különböző köztéri szobraink, amik nagyon régiek, már védettek, és hát viszont ezért nagyon sok pénz kell a felújításához és a megőrzésükhöz. A felújított szobor immár teljes pompájában foglalja el helyét Soroksáron, a Templom utca és a Batthyány utca kereszteződésében.